A szerb kormány újraszervezéséről tárgyalnak az elkövetkező napokban, jelentette be Ivica Dačić miniszterelnök. A hatalmi koalícióban egyébként már hónapok óta felmerült ez a kérdés. Újra alakítjuk a kormányt, amennyiben a koalíciós partnereink úgy vélik, hogy szükség van rá, tette hozzá a szerb kormányfő. Időközben Rasim Ljajić kormányfő helyettes, a szerbiai szociáldemokrata párt elnöke már arról beszélt, hogy elkerülhetetlen a kormány átalakítása, sőt a választások megtartása is, függetlenül attól, hogy Szerbia június 28-án megkapja-e az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének kezdő időpontját, vagy sem. A miniszterelnök helyettes szerint, ha Szerbiának kiírják a dátumot, akkor kormányátalakítás várható, ha pedig nem, akkor viszont reális a választások megtartása. Az ország gazdasági helyzetére is kitért Ivica Dačić az európai integráció kapcsán. Szerinte nincs gazdasági fellendülés dátum nélkül. Amennyiben az ország nem kapja meg a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját az Európai Uniótól, nem számíthat újabb külföldi beruházásokra sem, jelezte a kormányfő. Megosztottak a szakvélemények a szükséges gazdasági intézkedésekről, de minden bizonnyal hosszú távú terveket kell előre látni, amelyek az elkövetkezendő 10 évre vonatkoznak majd, emelte ki Dačić. Növelni kell a gazdasági tevékenységet az országban, valamint hatékonyabban ellenőrizni az adóbefizetéseket. Szerbiát nem veszélyezteti csőd, azonban gyenge a gazdasági tevékenység, alacsony a termelés és magas a munkanélküliség, véli Dačić. Befektetőket kell vonzani az országba, hogy minél több munkahelyet teremtsenek. Csökkenteni kívánják a közfogyasztást, az viszont továbbra is nyitott kérdés marad, hogy a nyugdíjakat és a közalkalmazottak bérét szükséges-e befagyasztani, jelezte a miniszterelnök, aki ma Mladen Dinkić gazdasági miniszterrel egyeztet a takarékossági intézkedésekről.